A pécsi diplomások köre ez alkalommal a divat világába hívta meg a PTE jelenlegi és volt hallgatóit, valamint dolgozóit egy egynapos tréning keretében. Szóbb Kati a híres divattervező tartott előadást divatról, öltözködésről és a munkaerőpiaci megjelenés szerepéről. Beszélt eddigi életpályájáról, és megtudhattuk, mitől jellemzi kollekcióit a kortalan divat. Egy 20 éves pályát összegezve az ember egyszer csak visszanéz és megállapítja, hogy mit csinál, vagy átgondolja, hogy mit csinál. Én egyszer csak visszanézve rádöbbentem, hogy a mi ruháinknak az a lényege, hogy 10-15 év múlva is ugyanazt jelenti. 10-15 év múlva is abszolút naprakész. De a naprakészségnek nem azt a formáját értem, hogy hozza a legújabb avantgárd trendeket, hanem hogy olyan elegáns, hogy ma is el lehet benni benne bárhova. És én ezt tulajdonképpen egy pálya összegzésként, vagy egy korszak összegzésként éltem meg, hogy van egyfajta kortalanság a ruháinkban. Mint mondja, már nem keres új vonalakat, hanem azokat a fontos jellemzőket megtartva, amiket korábban olyan jól sikerült kamatoztatni. Szeretne hozni egy-egy újabb hangulatot, szellemiséget az aktuális korból. Számára ez jelenti a kortalanságot, és persze az is, hogy kollekcióiban minden korosztálynak lehetőséget kínál. A tervező rávilágította a munkahelyen elvárt viselet fontosságára is, mindezt olyan ötletekkel kiegészítve, amikkel kifejezésre juttathatjuk saját stílusunkat. Ha fontos a munkánk és szeretnénk megfelelni az elvárásoknak, mindenképpen érdemes több időt fordítani az öltözködésre. Ha pedig állásinterjúra megyünk, öltözködésünk tükrözze tiszta tekintetünket és intellektusunkat, jelezve, hogy simulékonyak és beilleszthetők vagyunk, adott praktikákat a dizájner.